Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette az embert, így Ádám a maga hasonlóságára és képmására teremtette gyermekét. Mit jelent ez? Az a képmás és hasonlóság, amit Ádám továbbadott, már nem volt ugyanaz, mint amelyet a teremtéskor kapott. Az eredeti képmást a megtéréssel és az újjászületéssel nyerjük vissza, ami az ember életében a valóságos igazság és szentség. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Efézus 4.24. Vajon én a valóságos igazságban és szentségben élek minden nap?